Boldog napot, szeretettel köszöntünk benneteket Liszkai Judittal. Szia Jucus! Szia Gyuri, sziasztok! Lassan kezdődik az új esztendő a kínai asztrológia szerint, és annak is az első hónapja. Legyen úgy, ahogy, ahogy megálmodtad a tematikát, tehát akkor nem is fogok most kérdezni semmit, hanem akkor kezdjük egy picit az évvel. Jó, arra gondoltam, hogy néhány mondatban, bár ugye van fönn külön videó a 2024-es évről, a kínai asztrológia szemszögéből, de aki még nem látta, vagy ezután kívánja meg, hogy megnézze részletesen, van fönt egy ilyen videónk, és gondoltam, hogy azért néhány szót szólunk az évről, hiszen ugye most 2024. február 4-én reggel 9 óra 28 perckor elkezdődik az új kínai év, ami a Yang-fa sárkány éve, és ezzel együtt egy új hónap, ami pedig a Yang-tűz tigris hónapja. És akkor gondoltam, hogy egy pár szó van akkor az évről, hogy mégis mi belépünk be. Ugye ez a Yang-fa sárkánynak az éve, tehát egy nagyon erős fa és föld energiánk lesz, ami eddig ugye víz, fa energia az már évek óta jelen van, de a víz energia volt erős, most pedig a fa és a föld energia lesz erős. És ugye a fa energia az továbbra is mutatja azt, hogy új utakra tudunk lépni, új dolgokba belekezdeni, kreatívabban csinálni az életünket, nagyon sok válaszutat szokott hozni a fa, tehát a fa minőséggel függ össze mindig a fejlődés, ugyanakkor terhelhetőség is ugye van a dologban. A föld energia az azt hozza és mutatja, hogy keressük sokkal jobban a stabilitást, valahol minden olyan ág, ami ide tartozik, tehát legyen az a, akár logikusan a faipar, de az ingatlanipar, ott is várhatóak ugye változások nyilvánvalóan, aztán leföldelni magunkat egy kicsit, arra törekedni, hogy hosszú távú terveket hozzunk, vagy vigyünk véghez, és ugye a fa meg a föld kapcsolódásával szeretnénk új utakra lépni, mondjuk új dolgokat csinálni, kitalálni, picit talán jobban a szívünk szerint élni, de úgy, hogy azért abban meglegyen a stabilitás, tehát legyen egy belátható dolog. Tehát ez nem csak arról szól, hogy lelkesedünk, össze-vissza futunk, hanem olyan döntéseket hozni az év során, amikor beleállunk az életünkbe, elkezdünk végre csinálni valamit, és ezzel nekünk mondjuk hosszú távú terveink vannak. Fontos az, hogy ne ragadjunk bele dolgokba, ne ragadjunk le, mert a földenergia azt tud ragasztani is, tehát a földenergiában mindig van egyfajta merevedés, vagy belemerevedés. És meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy újítani is újítsunk, de azért a meglevő struktúráinkból, amik viszont jók, és amik viszont szolgálják az érdekeinket és a biztonságunkat, azt meg mondjuk hagyni és megtartani nyilván. Aztán ugye a föld energiához tartozik, mint újonnan belépő energia, az építőipar, ugye a gazdaságnak a miensége. Tehát ez is egy fontos dolog lesz, illetve minden ilyen gép, alkatrész, gyártás is föl fog szerintem lendülni, ami ezzel hozható össze. Úgyhogy mindenképpen a haladásról és a bővülésről szól ez az energia, de azt mutatja nekünk az évnek a képlete, hogy ha és amennyiben mi belállunk ebbe a dologba, és végre felelősséget vállalunk, és a saját életünkért, és azok a dolgok fognak a legjobban menni, amiket mi magunk próbálunk létrehozni. Tehát, hogy nem csak mástól várni a segítséget, ami nem azt jelenti, hogy nem kapunk, hanem ugye szokták mondani, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Tehát, hogy elindulunk egy úton, akkor megjön a segítség, de el kell végre indulnunk. Tehát, hogy nem totyoroghatunk. Illetve, hogy a számos spirituális energiát is tartogat, mindenkinek ott lesznek sokkal erősebben a megérzései, az intuíciói, egyfajta mentális erő, amivel véghez tudjuk vinni a dolgainkat, úgyhogy de ugyanakkor ugye a fa energia, a föld energia, és mögött egy kemény energia, tehát itt lesz makacság, itt sokszor állunk benne úgy az álláspontunkban, hogy nem nagyon engedünk, tehát hogy amennyire az előző év az szólt a kompromisszumokról is, hogy sokkal jobban tudtunk másokkal együttműködni, azért is erősebbek talán most az egyéni utak, mert valahogy jobban vesszük azt, hogy tehát most már végre mi szeretnénk haladni, és nem mindig kompromisszumok hátán túlélni a dolgokat. Ez csak egy pár mondat, ami eszembe jutott. És akkor lépjünk bele, ugye szintén február 4-e, 9 óra 28, ez pedig a Yang-tűz tigrisnek a hónapja. A Yang-tűz energia az mindig, ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy amikor belépünk egy hónapba, akkor mindenki egy picit magára húzza ezt a ruhát. Tehát mindenki egy picit Yang-tűz lesz, mindenki egy kicsit tigris lesz. A Yang-tűz energiában van nagy optimizmus, lendület, csináljuk a dolgokat, tehát fogjuk érezni azt, hogy elindulunk, viszont nagyon fontosak lesznek a rutinok, mert ebben az energiában benne van a rutin. Jobban is bírjuk egyébként olyan formán a terhelést, hogy azok a rutin feladatok, amiket máskor ununk, vagy elegünk van belőle, egy picit jobban tudjuk vinni nap után, sőt, adott esetben meg is tud nyugtatni ez a dolog. Ugyanakkor ebben a tűzenergiában azért van egy kis naivitás is, tehát erre azért érdemes figyelni, megvezethetőségre,
Illetve, hogy ebben az energiában benne van az is, hogy a dolgokat mindig ugyanúgy próbáljuk megoldani. Tehát, hogyha valami az életünkben eddig mondjuk nem haladt jó irányba, akkor figyeljünk arra, hogy ne ugyanazt a lemezt tegyük föl, ne ugyanazokon vitatkozzunk, ne ugyanazokba a dolgokba kössünk bele, ne ugyanazokat az embereket okoljuk, tehát, hogy ne fussuk ugyanazokat a köröket. Aztán ez az energia végtelen őszinte. Tehát, hogy sokkal jobban ki fogjuk tudni mondani a dolgokat úgy, ahogyan vannak. Viszont mivel tűzenergia, azért van benne egy hirtelenség. Ugye ez is itt rezonál a nyugati képlettel, hogy lesznek olyan időszakok, amikor egy picit türelmetlenebbek leszünk. Erre érdemes figyelni, illetve mind a tűzenergia, mind a tigrisben levő fa energiában van ugye egyfajta stabilitás, nem szeret kimozdulni a komfortzónából, tehát nehezebben változtatunk dolgokon, de ott lenne bennünk, mert a tűz vinne, meg az optimizmus vinne, de mégis, amikor ez egy nagyon jó mondat szokott lenni, hogy változzon minden, de úgy, hogy ne kelljen kilépni a komfortzónánkból. Tehát egy picit olyan érzés, hogy most már aztán legyen minden más, meg jó, de azért ne nagyon kell nekem kilépni a napi dolgokból. Aztán ugye a tűzenergia tud hozni intenzív érzelmeket. Ez is nagyon jól rárezonál a nyugati képletnek, ugye a Plutó, Mars, Vénusz együttállására. Aztán mi az, ami még fontos? Ez az energia nehezen tud alakoskodni. Tehát mind a Yang tűz nem tud alakoskodni, mint pedig a tigris, mert ugye Yang fa energia, azt szokták mondani, hogy őszinte véleményt szeretnék, kérdezz meg egy Yang fát. Tehát ezzel is bánjunk finoman, hogyha valaki megkérdez minket valamiről, olyan hülyeségek jutottak eszembe, hogy ez a szerinted híztam egy kicsit ugye női téma, és akkor hát igen, drágám, most, hogy mondod, felszedtél. Szóval oké, de nem biztos, hogy ezt akarjuk hallani. Tehát hogy azért erre úgy figyeljünk oda, hogyha kérdeznek minket, nyilván ne olyat mondjunk, ami nem valós, de hogy azért ne vágjuk oda a dolgokat, hanem finomítsuk egy kicsit mégis. Ugye lesz velünk bőven makacság, lesz bőven elszántság, ami nyilván segíti a mindennapokat. Ugye erős fa energia miatt fa év, fa hónap válaszutak, tehát hogy sokan lehet, hogy most találják ki, vagy most akarnak elindítani dolgokat, most bele akarnak valamibe vágni. Ugyanakkor valahogy a korlátainkat is nehezebben látjuk. Ez is rezonál egyébként a nyugati asztrológiás dologról, hogy lehet, hogy túl vagy a Yang tűz, ez képes túlvállalni magát. Tehát itt ez egy olyan energia, amikor be tudunk kapcsolni egyfajta robotpilóta üzemmódba, és csak menni, csinálni, hajtani a vágyainkat, és lehet, hogy közben elfáradtunk, lehet, hogy kellene időt adni a pihenésnek, lehet, hogy ki kéne egy kicsit üríteni az agyunkat, tehát, hogy a korlátainkat, fizikális, mentális korlátainkat is érdemes figyelembe venni, viszont teherbírásunk lesz, és ugye ez ezért csalóka, mert bírjuk, csak hogy meddig? Mert ez a tűzenergia szokott úgy, hogy fut, és egyszer csak kikattan. És ugye a Yang fa az is egy nagyon terhelhető energia. Azért mind a kettő energiában ott van a bátorság, ott van az, hogy merünk csinálni dolgokat, megyünk dolgok után. Mind a két energiában ott van az, hogy nehezen változtatunk dolgokon. Tehát valahogy úgy kellene csinálni, ez a jut is marad is, hogy el is kezdjünk dolgokat, lépjünk ki a komfortzónából, de ne gondoljuk túl, ne legyen az, hogy nem tudom, tegnapig mondjuk zabáltam egy nap 6-szor, és akkor holnaptól fényt eszem. Tehát, hogy ez nem fog működni. Hanem valahogy úgy, hogy ha azt mondjuk, hogy oké, elkezdem a változást, elindulok, de mondjuk apró dolgokban, és azt, amit még valahogy a komfortzónám is elbír, amíg azt mondom, hogy picit feszegethetem a határaim, de nem óriás módon. Ez is egy jó. Ugye azt mutatja a képlet, hogy érdemes kitartónak lennünk, mert amit mi megcsinálunk, az el van intézve, az meg van csinálva. Mi lehet még? Esetleg, hogyha egy picit elfáradunk, vagy nem éljük olyan jól a napokat, akkor jöhet egy olyan érzés is, és ez nem a magas szintje a dolgoknak, hogy nekem nem segít senki, nekem mindent egyedül kell megcsinálni, jaj, de elegem van. És akkor ebből kellene egy olyanba átfordulni, hogy tök jó, hogy meg tudom csinálni. Tehát, hogy vannak eszközeim, meg tudom találni a megoldást, végre tudom hajtani, és nem siránkozni kell azon, hogy úristen, nekem senki nem segít, hanem oké, hogy tudom én megcsinálni? Mi az a dolog, amit én is meg tudok csinálni és hozzáadni a dolgokhoz? Ez is egy fontos dolog. Ugye nagyon sok a tűz és nagyon sok a fa, nagyon sok a kreativitás, nagyon sok a lendület, illetve itt már elkezdődik ugye az új évvel, ahogy mondtam, hogy ez egy picit misztikus új év lesz, egy picit több ember fog, sőt, sokkal több ember fog arra hangolódni, hogy van egy másik világ is. Erre szoktam én azt mondani, hogy amúgy a spiritualitás az azért is jó pofa, bár nem szeretem ezt a szót, van elcsépelt, tényleg nem szeretem, de hogy azért is egy jó pofa dolog, mert halálunalmas az élet, nem? Tehát, hogyha nincsenek az embernek kis szertartásai, meg dolgai, meg mihez tartása, meg valami, amihez nyúljon valami kapaszkodó, akkor olyan uncs, hogy csak fölkelek, bemegyek dolgozni, hazajövök, nem történik semmi. Ha nem tudok kidobni egy kártyát, vagy megnézni egy horoszkópot, vagy belemélyedni egy szertartásba, vagy gyújtani egy gyertyát, vagy meditálni egyet, vagy beülni egy kád vízbe zenével, mit tudom én, akkor az olyan uncsíp, szóval már csak ezért is megéri. Úgyhogy több ember fog
ennek az ízére szerintem ráérezni, és sokkal, és ez a hónap rögtön, ez a február, ez kezdetnek mutatja azt, hogy jobban tudunk fölkapcsolódni, hogy hoppá, van itt valami, hoppá, tényleg egy picit tudatosabb vagyok, egy picit megpróbálok az univerzummal együttműködni, ki nyilván a saját hitrendszere szerint és a saját technikáival, vagy éppen ahol tart a fejlődésében, vagy amilyen utakat lát, de hogy egyre több emberben elkezd ez a dolog motoszkálni, hogy mit tudom én, azt gondolok valakire, és akkor az mondjuk éppen fölhív, vagy eszembe jut valami a nap folyamán, és aztán megtörténik velem. Tehát ezek a fajta megtapasztalások is úgy az egész év során erősödnek, de ebben a hónapban ez már el fog kezdődni. Viszont mutat egy képlet, ez mindig úgy szoktam mondani, hogy másodlagos energia, tehát nem ez a fő csapás irány, de ott lesz tudatalatt a működésmódunkban egyfajta érzékenység, ez is nagyon jól rárezonál ugye a nyugati képletre. Egyfajta érzékenység, ami társulhat azzal, hogy nem biztos, hogy mindent jól kommunikálunk le. Tehát erre nagyon érdemes odafigyelni ebben az időszakban, hogyha nekünk valami fontos, vagy értéket képvisel, vagy valakivel valamit meg szeretnénk beszélni, abban legyünk nagyon egyértelműek. Tehát csekkoljuk vissza azt, hogy az illető vette az adást, és figyelte arra, amit mondtunk. Mert ilyenkor lehet az, hogy engem nem ért meg senki, velem nem foglalkozik senki, nem törődnek velem, az én kérésemet ignorálják, és lehet, hogy a másik ember meg se hallotta azt a kérést, vagy nem érezte úgy az ő világában, hogy ez mondjuk annyira fontos lenne, és a másik ember meg akkor azt érzi, hogy el van hanyagolva, hogy ott nem, mert hogyha nekem valami fontos, és én azt mondom a másiknak, és meggyőződök arról, hogy ő neki megérkezett, és azután sem teszi, az egy megint más dolog. De van, hogy nem hallják meg, ugye tipikus nők és férfiak közti, nem tudom, miért nem teregettél ki, nem mondtad, hogy ki kell teregetnem, miért magadtól nem jössz rá, hogy ki kell teregetned, mert kinyitod a mosógépet, és lejárt, és akkor nem, szívem, nem jövök rá, és már egy vita. Ugye? Vagy nem tudom, mondjuk a feleség elmegy otthonra, és mondjuk a férj csinál vacsorát, és a feleség mondjuk hazaér, és azt hiszi, hogy már kész a vacsora, de még nincs kész. És akkor a férj, hát jó, most jöttél haza, jó, én meg éhes vagyok, hát akkor miért nincs még kész? Tehát, hogy ezek mind olyan apró dolgok, hogy lehet szólni, hogy figyelj, drágám, mit tudom, 8-kor érkezem, de biztos, hogy addigra nagyon éhes leszek, ha lehet, addigra készítsd el a vacsorát. Vagy lehet szólni, hogy mit tudom én, ma te mostál, ne felejtsd el, légy szíves, hogy a mosógépben ne maradjanak be a ruhák, hanem mondjuk teregessük ki. Tehát ez csak kommunikáció kérdése. Tehát most mondtam két példát, de igazából ilyen dolgokon tud elcsúszni a dolog. És mert ez egy olyan konstelláció, vissza is térhetnek hozzánk dolgok. Tehát az is lehet, hogy mondjuk egy olyan kommunikációs dolog tér vissza hozzánk, ami egy hónapja, két hónapja, két hete valamikor valamit nem kommunikáltunk le, és most érkezik meg az eredmény egy téves, félrement dolog, és félreértjük egymást, ami mondjuk, mivel hogy ez egy érzékeny időszak, sokkal jobban föl fogjuk venni ezt a dolgot, hogy miért történt, miért nem figyelt ránk elég, és stb. Nem is akarom ragozni. Tehát az a lényeg, hogy ez az érzékenység jelen van, úgyhogy figyeljünk, próbáljuk meg jobban figyelni a másikra, magunkra, álljunk ki azért a dologért, ami fontos, ha pedig valamit régmúltban, vagy mondom az elmúlt időszakban nem tettünk, vagy hiányosságunk volt, és az visszaérkezik hozzánk, akkor ne nagyon lepődjünk meg. Tehát egyszerűen csak tudatosítani kell ezeket a dolgokat, hogy igen, most érzékenyebb vagyok, ez egy olyan szakasz, olyan periódus, nem biztos, hogy a másik azzal adott esetben rosszat akart. Tehát valami ilyen fajta dolog, és azt hiszem ennyi. Szuper, meg volt az aratás része is a történetnek. Igen, meg volt az aratás része is, igen. Még annyit szeretnék elmondani, mielőtt elbúcsúznánk, hogy ha esetleg elkerülte volna a figyelmeteket, akkor Nyuszus készített erre az évre is számunkra egy nagyszerű kínai asztrológiai naptárt, sikernaptárt. Igen. Mesélj róla néhány szót azok kedvére, akik még nem valamilyen rejtésoknál fogva az univerzum még nem tette elé, és most teszi eléjük éppen. Igen, szóval azért sikertervező, igaz, egészen pontosan így szól a dolog, azért, mert ugye a kínai asztrológiának van egy nagyon erős időzítés része, egy tervező része, egy olyan rendszer, ami mutatja a kollektív energiákat, hogy melyik nap milyen energia van, és azok az energiák milyen típusú tevékenységekre alkalmasak. És hogyha mondjuk az ember szeretne tervezni, és én nagyon szeretném elérni idén azt, és afelé menni az embereknek, hogy tanuljanak meg tervezni. Ugye egy nagyon fontos dolog, hogyha én úgy kelek föl reggel, hogy nekem nincsen tervem, és minden reggel így kelek föl, hát nem lesz túl hatékony az életem. Tehát ahhoz kell valami terv, mindig szoktam mondani, hogy legyen valami, amitől el tudunk térni. És tervezni, tehát hogy meg kell tanulni az embereknek tervezni, mert sokkal élhetőbb és hatékonyabb és sikeresebb lesz az életük. És ez a naptár, ez gyakorlatilag abban segít, hogyha én tervezek mondjuk valami tervezhető dolgot, amiben én meg tudom határozni, hogy az esemény mikor legyen, akkor nyilván egy olyan napot fogok keresni, ami az univerzum hátszerével rendelkezik, mondjuk egy sikernap, vagy egy hosszú távú sikernap,
vagy egy alapozó nap, vagy egy sokszorozó nap, attól függően, hogy milyen tevékenységet szeretnék, de a naptárakban ez le van írva, hogy milyen, ez egy online naptár, ez nagyon fontos, tehát nem nyomtatott, letölteni lehet. És le van írva, hogy melyik tevékenységekhez milyen napok az alkalmasak. És mondjuk, hogyha nem muszáj, akkor mondjuk egy első randit, mondjuk nem biztos, hogy betennék egy lejtmenet napra, mert nem biztos, hogy az az energia legjobb. De amit még nagyon fontos itt elmondani, itt zárszól, hogy azért ez az univerzum, én úgy szoktam hívni, az univerzum hátszele. Tehát bármilyen hosszú távú sikernapon megyek le a lottozóba és töltök ki egy lottót, hogyha az én sorsomban nincsen az a fajta energia, hogy én nyerjek, vagy hirtelen sok pénzhez jussak, akkor nem fogok. Tehát ezek inkább finom hangolások. Hogyha bizonyos dolgokat tudok ilyen és olyan napra is rakni, akkor miért ne tervezzem egy olyan napra, amikor megfelelőbb ez a dolog. Nagyjából erről szól. Igen, fontos a hátszér, hát akkor menjünk vitorlázni, hogyha megfelelő széljárás van, ugye? Hiszen szélcsendben csak veszteglünk. Na jó, köszönöm szépen minden esetre, és én még azt tettem volna hozzá, hogy ha pedig valaki megkedveli, mert valaki már tavaly volt egy ilyen naptár, vett egy ilyet, és idén is mondjuk beszerzi, és nagyon-nagyon belemér, és látja, hogy bizony nagyon-nagyon tudtak valamit már több mint 5000 évvel ezelőtt a kínaiak, és ki tudja egyébként, hogy valójában mikorra datálható ennek a tudásnak az a néhány kicsi szilánkja, amit ma kínai asztrológia néven, igen, ugye négy oszlopos, jól mondom? Igen. Négy oszlopos, ilyen kínai asztrológia néven illetünk, vagy néven nevezünk. Hát ehhez képest pedig azért azt kell mondanom, hogy a kínai asztrológia az egy sokkal-sokkal komplexebb rendszer, és amikor Jucus itt próbálja elmondani nagyon alaposan, de közérthetően a különböző éveknek és hónapoknak, illetve a naptárban tulajdonképpen az egyes napoknak is az energetikai arculatát, akkor emögött azért egy nagyon mély tudás van, és sok év tapasztalata. Ezt pedig azért vetettem föl, mert a kínai asztrológia bizony rétegről rétegre tanulható, elsajátítható, és aki szeretne Liszka Judittól tanulni, hát én Jucusnak szólítom természetesen, most csak ezt hivatalosan mondtam, minden évben megteheti, például tavasszal, illetve ősszel szoktunk olyan online, tehát 14 hónapos visszanézhető, ez nagyon fontos, hogy nem egy ilyen hip-hop elkapkodott, hanem egy nagyon komplex 14 hónapos, és valóban a felnőtt képzési rendszerbe regisztrált, tehát teljesen hivatalos oklevelet is adó kurzust indítani, amit mi alaptanfolyamnak hívunk, és akik pedig ezt elvégezték, azok tudnak további lépéseket tenni, tovább mélyíthetik a tudásukat második évfolyamban többek között az időzítéssel is, amivel pedig már teljesen személyre szabottá is tudják tenni mindezt a tudást, aminek a naptár tulajdonképpen a héja. Úgyhogy rengeteg-rengeteg rétege van ennek, és természetesen gyakorlás, gyakorlás és gyakorlás. Ha már fa, ugye említetted, hogy ebben az évben benne van ez a, sőt, hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy jangfa sárkány, tehát az év egyik alapenergiája a jangfa, és ez a tanulásról szól, ezt nem akarom megismételni, csak kihangsúlyozni, gyarapodás, fejlődés és hasonlók, akkor azt gondolom, hogy ez egy, és említetted, hogy már akár a sárkány kapcsán is majd be fog jönni ez a bizonyos nyitás a spirituális szféra felé, én szeretem a spiritualitás szót, no szóval emiatt aztán, én azt gondolom, hogy jó, hogyha bárki ezen elgondolkozik, hiszen most indulnak be az új energiák, most jön az év, és lehet tervezni, hiszen valószínűleg áprilisban fog indulni a tavaszi kurzus. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, kövessetek bennünket a különböző oldalainkon, illetve kövessétek Jucusnak a munkásságát, hiszen ugyan még nem köszöntött be teljes egészében ez az év, csak az előszerét érezzük. Kínai asztrológia szemszögéből ugye február 4-én indul ez, de már Jucus nagyon megtáltosodott, úgyhogy én azt gondolom, hogy a javam még csak hátra van. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, őrizzétek meg jó szokásotokat, boldog napot! Köszönöm szépen én is, sziasztok, szia Gyuri!